Pénteken egy videó, egy edzés és szombaton utazás Egerbe. Hozzáteszem, hogy nem csak az Egri lesz ebben a hónapban, hiszen megyünk még Kisvárdára, megyünk Békés Csabára, úgyhogy megismerjük az országot. De ez van, nem sopánkodunk, úgyhogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy az Eger elleni mérkőzést is ugyanúgy veszük, mint a mai Ferencvárost. Ez, hogy tényleg most sokat fogtok utazni, ez jó, hogy egyben le tudjátok, hogy inkább azért jobb lenne, hogy ez ellen osztva egy kicsit jobban? Nyilván talán egy picit jobb lenne, hogyha nem kellene januárban ennyit utaznunk, de ez van, ezt kell szeretni, és nagyon, nagyon próbálunk arra koncentrálni, hogy mindig hozzuk ki az adott helyzetből, ami van a legjobbat, és mindig úgy nézzük, hogy ezt meg kell csinálnunk, és hogy tudunk ebből a legjobban kijönni. Az, hogy most Duda váratlanul kiesett, ezt hogy fogjátok majd kezelni szombaton, tehát mennyire kell majd mást kérned a játékosoktól? Van már tapasztalatunk sajnos, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a helyzeteket, és ami nagyon fontos, hogy mindenkinek egy picit kell átvenni a Duda szerepéből. Itt nem kell senkinek egy az egybe helyettesíteni a Dudát, mert egyébként nem is lehet, mert ő a Duda, ő az Amorim, a támadó és védőjátékával. Mindenkinek egy picivel többet kell hozzátenni. Nyilvánvaló, ez egy picivel több energiát vesz el saját magától és a saját játékából, de még egyszer mondom, hozzászoktunk ehhez, és én ahogy ismerem a lányokat, ez nem fog problémát okozni. Köszönöm szépen. És ezúttal meg...